sikeres évet zártunk 2014-ben, hiszen kezdenek visszatérni hozzánk a látogatók, tehát azok, akik elmaradtak a recesszió időszakában, közel 70 ezeren keresték fel az elmúlt évben. Ami nagyon fontos a mi számunkra, hiszen értelmét látjuk, ezáltal megerősítve látjuk a magunk értelmét, sikerült egy olyan attrakciót létrehoznunk, ami párjátét kintje Magyarországon, ez az Árpád-kori falunak a felépítése, ez a Huró pályázat keretében valósult meg. Ugyanakkor a Múzeum falunak az uradalmi magtára, ami fölépült, lehetőséget ad arra, hogy a téli időszakban is fűtött körülmények között is szervezhessük programokat a közönségnek, és nem csak egy szezonos intézmény, hanem egész évben működő és a látogatók rendelkezésére álló intézmény. Azt hiszem, hogy ez a cél, hogy ezt a két épületet fölépítettük, megvalósul, tulajdonképpen lezárása egy olyan beruházó értékteremtő munkának, amit annak idején elképzeltünk, rövid és hosszú távú terveinkben szerepel. Most már egy új időszak kezdődik, amit föl kell használni arra, hogy az eddig megvalósított beruházások működhessenek, jól működhessenek, szinten tartassanak, és minél több látogatók vonzanak az intézményre.